Művelődési-ház színpadán ültök Janák Farkas Ákossal. Anita, kérlek, mondd el nekünk, hogy miért volt szükség arra, hogy felújítsátok, sőt, bővítsétek ezt a színpadot. Lassan 14 hónapja tart a Művelődési-ház energetikai felújítása. Efelőtt szükségessé vált a tető cseréje, és amikor a tető cseréje történt, le volt bontva a színpad fölötti tető, egy nagy vihar volt sok esővel, és sajnos teljesen átáztatta a födémet, és a színpad maga a padlózata is teljesen tönkrement, illetve ugye a technikai eszközöknek is egy jó része használhatatlanná vált, úgyhogy sajnos elkerülhetetlen volt ez a felújítás. A bővítés pedig olyan ötletből adódott, hogy ha már úgyis hozzá kell nyúlni, akkor kicsit korszerűsítsük, illetve nagyítsuk a színpad területét, hiszen az évek folyamán nagyon sok csoportot fogad hétköznaponként, tehát gyakorlatilag minden nap délután 4-től este 9-ig különböző táncos, illetve színjátszó csoportok használják, és ugye őket is szeretnénk ezzel kiszolgálni, hogy azért egy korszerűbb felületen tudjuk őket fogadni. Hány négyzetméterrel bővült így a színpad? Hát körülbelül egy olyan, hát közel 20 négyzetméterrel lett nagyobb. És az elázott technikai eszközöket is sikerült most pótolni? Részben, ugye az még ugye, amikor elkezdik összeszerelni, még lesz egy feladat a technikus kollégáknak, hogy ezeket, tehát mi az, ami még használható, visszaszerelik, illetve mi az, amit egy kicsit még most nem fogunk tudni használni, tehát egy alap hangtechnikát biztos, hogy fognak tudni használni, aztán majd meglátjuk. És mikorra lesz kész a színpad? Hát remélhetőleg ezt már jövő héten fogják tudni használni a hétköznapon a csoportjaink. Hogyan jön képbe a DVKFT? Hát ez egy vegyes dolog. Ugye a DVKFT-nek vagyok az ügyvezetője, amelyik a városunkban elég sok felújítást vagy karbantartást végez, és bár a művelődési házzal kapcsolatos műszaki dolgok nem a mi feladatunk, de miután a saját személyem, a Dunaharaszti Színtársulatnak a vezetője vagyok, akkor ez így összekötöttük a kellemest a hasznossal, és amikor kiderült, hogy a művelődési ház színpadát bővíteni szükséges, akkor azt mondta az önkormányzat, hogy folyjak bele mindenképpen annyiba a munkában, hogy a technikai, illetve a műszaki paramétereket segítsem a kivitelezőkkel, hiszen én gyakorlati szemmel is látom, hogy mire van szüksége egy színjátszó vagy egy táncos csoportnak arra, hogy ez jól működjön ez a színpad. És akkor a végén már az lett, hogy mi végeztük el a felújítást, tehát a DVKFT végzi. Milyen szempontokat vettél akkor figyelembe, hogy elkészüljön a megálmodott színpadotok? Hát ez egy hosszú évek gyakorlata. Először is ugye az látszódott, hogy a művelődési ház színpadának az ajzat burkolatát ki kell dobni és ki kell cserélni. Egyébként eleinte csak arról volt szó, hogy csak azt cseréljük, hiszen a beázás során fölpuposodott a parketta. Sajnos a koronavírus kapcsán a városunk költségvetése is elég szűkös, tehát azért ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy úgy végezzünk felújítást, hogy azért a költségek se szaladjanak el. És ahogy elkezdtük kibontani a parkettát a színpadról, akkor derült ki, hogy azért itt súlyosabbak a problémák. Azok a technikai feltételek, ami egy színpadon régen megvalósultak, 60-80 évvel ezelőtt, amikor felépítették, az ma már nem működik, nem működhet. Hiába raktunk volna egy új burkolatot a színpadra, ugyanúgy recsegett és ropogott volna, mint ahogy ez régen sajnos így történt. Ezért találtuk ki, hogy akkor ennél tovább megyünk. Az egész színpadot megújítjuk, megpróbáljuk kibővíteni. Hát ez pedig a tapasztalat, hogy mi az, amire szükség van annak az embernek, aki a színpadon áll valamit, megpróbál előadni, ez lehet táncos, zenész, énekes, színész, milyen technikai feltételeknek kell megfelelni, és akkor mondtuk, hogy egy kicsit bővítsük a színpadot, legyen nagyobb mozgástér,
illetve azok a minimális feltételek, hogy új lámpák legyenek, új hangfalak, azokat azért próbáljuk megvalósítani. Most felrakunk például egy automata függönyt, azt gondolom 2020-ban egy művelődési háznak, vagy egy színpadnak inkább azt mondom, az, hogy automata függönye van, az már minimális dolog, illetve szerencsére hátul sikerült egy akkora helyet kiszorítanunk, ahova egy mosdót tudtunk rakni WC-vel, mellékhelységgel, hát ez se volt eddig. Képzeljék el, hogy azok az előadók, akik a színpadra felszaladtak, és akkor neki 2-3 órát itt produkálniuk kell, és nem tudnak hova szaladni, hogyha éppen egy mosdóra van szükségük. Ezek kellemetlen apró helyzetek, de bizony sokszor előfordult, és hát ezt is sikerült megoldanunk. Anita jól mondta, hogy jövő hétre készen lesz a színpad, ami még hátra lesz, mert az még sajnos egy-két hetet várat magára, hogy mondjuk készen van a WC, de annak az ajtajának a felszerelése még egy-két hetet várni kell, mert ez egy speciális tűz- és hangátló ajtó, főleg a hang az, aminek szigorú előírásoknak meg kell felelni egy színpadon, és az még nem érkezik meg, de hát ennek a felszerelése 5 perc lesz. Vagy például jövő hét végén érkezik meg az automata függöny mozgató, de attól még maga a terület használható. És végül arról nem esett szó, hogy milyen borítást kap a színpad. Nagyon sokat nézegettük a borításokat, tehát tényleg megpróbáltunk ennek az ügynek tényleg minden csinyát, bínyát utána járni, hogy kell, mint kell. Nagyon sok speciális burkolatot néztünk meg, és nagyon sok olyan szakembert hallgattunk meg, aki színpadépítéssel foglalkozik. Anita is ebben segítségünkre volt, ő is több helyen kérdezősködött. Végül ez a speciális borítás, ez egy fa 5 rétegű lemezborítás, de ez tényleg egy speciálisan színpadra készült borító fa anyag, egy 5 rétegű lemez, amelyik könnyen takarítható, könnyen tisztítható, nem zörög, nem kopog, ugyanakkor valamennyire rugalmas is, tehát hogy a táncosoknak a lábát se tegye tönkre, nekünk arra is figyelni kellett, ezért ezt a borítást kapta. És a hangosítópult majd hova fog kerülni? Na ez egy érdekes dolog, a technikusokkal tárgyaltunk, hogy ők mit szeretnének. Még régen volt egy ilyen legenda, hogy ők a művelődési ház végéből akarnak egy technikus pultot csinálni, és onnan nézik az előadásokat, aztán, hogy oldalról, szemből, fölülről, alulról, de végül az a kompromisszumos megállapodás született a technikusokkal, hogy a színpadba alulra beépítünk egy technikus pultot, ott, ahol a létre van, ott látható is egy technikai üreg a színpad alatt, és ott lesz egy kihúzható pult a technikusoknak, és onnan viszonylag közelről nézhetik az előadást, és onnan irányíthatják az előadást, ugyanakkor nem zavarják a nézőket sem. Kik használhatják majd az elkészült színpadot? Hát azok a csoportok, akik ugye hozzánk járnak, ők a 4 éves kortól a 90 éves korig megtalálható különböző tánccsoportokban, illetve ugye hát a színjátszó csoportok is, ugye most a Rákóczi iskola színjátszó csoportja ugye nem jár, vagy ők ugye délutánonként most nem tartanak foglalkozást. Viszont nagyon várjuk a Terembura szerepkör új előadását, ami várhatóan idén már novemberben ide költözik, úgyhogy ők lesznek a következő színházi vendégeink, úgyhogy már nagyon várjuk őket. Lehet tudni valamit arról, hogy mivel készültök most? Abszolút, most már azért ez egy nyílt titokká vált. Ez egy kortárs darab, a Tasnádi Istvánnak a Finito című darabja, amit a színpadra, repertoárunkra tűztünk. Ez egy 14 fős darab, tehát viszonylag sokan vagyunk együtt a színpadon. Hát egy tragikomédia, amit mi nagyon szeretünk, ezt a műfajt. Tehát ez egy vérdráma, halálosan komolytalanul, tehát tele viccel, tele humorral. Amit nagyon el kell, vagy szeretnék elmondani erről a darabról, hogy amellett, hogy nagyon-nagyon vicces, és azt mondanám, hogy minden korosztálynak szól, mégis a dráma része erős. Tehát lesznek benne ijesztő részek, nem horrorisztikusak, de drámailag ijesztő részek, amiket aztán mindig humorral és mindig valami poénnal kivesszük ezeknek az ijesztő dolgoknak az élét, de azért itt senki ne egy hanyattesős, vicces jelenet sorra gondoljon, hanem ennek azért komoly tartalma van. Lehet tudni valamit a szereposztásról? Abszolút. Ha most arra vagy kíváncsi, hogy a 14 nevet soroljam föl, lehet, hogy megakadnék benne.
A Terembúra szerepkör szokásos szereplőkkel játszik, de miután 14-en leszünk most a színpadon, vannak megint újak, igen, három új szereplőnk is van ismételten, hiszen minden darabban egyre többen vagyunk, egyre jobban bővülünk. Úgyhogy igen, akit megszokhattak tőlünk, azok majdnem mindjárt játszanak. És mikor lesz a premier? Hát a pontos dátumot nem tudjuk, de november elejére tűztük ki a célt, hogy ezt megvalósítjuk. Hát ez most már eléggé közel van. Meglátjuk, hogy sikerül ezt a munkát befejeznünk addig.